megnéztem az esti mérleg valamennyi nézőjét, ahogy azt itt már megszokhatták az év elején, van mód és lehetőség arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk, értékeljük a különböző fontos hivataloknál, szervezeteknél a 2018-as esztendőt, átbeszéljük a történteket, illetve egy kicsit előre tekintsünk arra is, hogy az idei esztendőben mire számítanak, milyen változásokról vagy érdekességekről tudnak nekünk beszámolni. Stúdiónk mai vendége Nancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük sokkal, köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Hivatalvezető úr, mondhatjuk azt, hogy általánosságban a 2018-as esztendő nagyon mozgalmas volt? Igen, mi most utólag visszatekintve mondhatjuk, nem sokkal mozgalmasabb, mint az előtte lévő, de igen, mozgalmas volt. A feladatellátás kapcsán mit tudná elmondani a 2018-as esztendőt, mi jellemezte a járási hivatal vonatkozásában? Hát, hogyha már így belecsaptunk a kérdésekbe, akkor talán az elsőként megemlíteném azt, hogy a 2017-es megkezdett épület energetikai felújításokat 2018-ban befejeztük sikerrel. Utolsó etap volt a járási hivatal, talán emlékeznek szerkesztő asszonyok, köszönettel vettük akkor is, amikor jöttek, amikor visszaköltöztünk és tudósítottak onnan. Szóval oda költöztünk vissza utoljára. Így elmondhatjuk, hogy 2018-tól az ügyfeleinket a nagy részben megújult épületekben tudtuk fogadni. Így nem csak ők voltak a komfortosabb körülmények között, hanem a kollégáink is. Úgyhogy sikeresebb beruházások voltak, és kényelmesebben, jobb körülmények között tudtuk fogadni őket. Tehát talán ez volt, ami úgy minket komfortban az elején elindított, aztán utána a feladatok szépen jöttek, nagyon érdekes feladataink voltak. Ha már itt tartunk, akkor rögtön kezdeném az egyik legnagyobbal, a Sóstói MOL arénával, ahol a több osztályunk vett részt a beruházásnál, egyrészt az engedélyezésnél, utána pedig a használatbavételi engedélyezésnél. Úgyhogy a hétfői értekezeteken sorban referáltak az osztályvezetőink. Nagyon jó volt azt hallani, hogy nagyon jó volt az együttműködés a várossal, a városgondoksággal és a kivitelező szakemberekkel, úgyhogy sikeresen zártuk ezt a projektet, de az egyik kedvenc sportágam, a jégkorong, ott is volt sikerélményünk, ez egy kicsit ilyen magánjellegű is, persze csak nagy idézőjelben, ott pedig az arénának az engedélyezési eljárása folyt az elmúlt évben. De ha már sport, akkor a szénatéren egy ragyogó sportcsarnokot avattunk, ott is több osztályunk a használatbavételi eljárásban vett részt aktívan. Itt is elmondhatóan ragyogó együttműködés a városi kollégákkal. És hát aztán utána, hogy a sportot egy kicsit így a szabadidőre váltsuk, akkor a megyében lévő kerékpárutak engedélyezése, azoknak a teljes körű engedélyezési eljárásában vett részt jó néhány osztályunk. De ez azért fontos, mert itt látszik az, hogy nem csak fehérvári, ami hivatali osztályainknak az illetékességi területe vagy hatásköre, hanem az egész megyét érintő, illetve többször elmondtam már korábbi adásaimban, hogy van néhány olyan terület, ami több megyébe is átnyúlik. Szóval a kerékpárutak, aztán a Csóri elkerülő szakasz, a 8-as, 7-esbe átmenő elkerülő szakaszánál is részt vettünk, illetve Seregélyes, Szabadegyháza elkerülőnél is. Ezek nagyon szép feladatok voltak, és úgy gondolom, hogy a városlakók, illetve a térségbe érkezők, tehát a járásban és a megyében élők is ezeknek a pozitív hatásait utána már élvezték is. És akkor egy kicsit váltani a feladatokban, hogy lássák a kedves nézők, hogy nem csak ilyen jellegű, hanem... Meg erről talán, amiket említett, erről kevesebbet is tudnak az emberek, hiszen hogyha mondjuk a járási hivatal gondol valaki, úgy nagy általában, akkor mondjuk leginkább szerintem az emberek nagy részének mondjuk az okmányiroda jut az eszébe, és azt nem gondolja, hogy mondjuk egy aréna, vagy egy kerékpárút, vagy egyéb ilyen jellegű beruházásoknál is közreműködnek. Gondolom, ezt meg szokták kapni nap mint nap. Ez egészen pontosan így van, de jó néhány barátom szoktam mondani, hogy ha első fok van, akkor benneteket kell keresni valahol a városban, vagy a térségben, a járásban, mert nem minden hivatali egységünk van itt. Igen. Az előbb még bennem maradt két nagyon fontos példa, hogy a Bazilika belső rekonstrukciója nagyon sikeres projekt volt. Ott nem csak az építészeti dolgoknál, hanem régészeti feltárás engedélyezésén is maximálisan elejétől kezdve végigvitték a kollégák a egyházmegye kollégáival és a kivitelezőkkel. Nagyon sikeres projekt volt. És aztán utána egy hasonló téma pedig a bodajki kegyhelynek az engedélyezési eljárása, ugye ott tartunk még, nagyon szép tervek vannak, többször egyeztettünk Orosz Tamás atyával, illetve az egyházmegye kollégáival. Én úgy gondolom, hogy ez is egy jó kis feladat lesz majd az elkövetkező időben, és a projekt végén pedig hátadőhetünk kényelmesen, hiszen ezek a megújult
kegyhelyek is, majd biztos vagyok benne, hogy a járás turisztikai vonzerejét fogják növelni az elkövetkező időben, még akkor is, hogyha Bodajk nem a mi járásunkba tartozik, de természetesen a bazilika igen, és a móriakkal pedig igen jó viszonyban vagyunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek közösen együttesen meg tudtuk ezt is szépen csinálni. Mondhatjuk azt akkor a feladatok kapcsán, vagy a feladatellátás kapcsán, hogy egy igen-igen komplex működés jellemzi a járási hivatalt. Így van, egészen pontosan ez a komplex szó, az úgy meg is felel. Korábbi adásban említettem, hogy 2017-től 600 főre dúzott a létszámunk, és ez a 600 fő, ez 22 osztályban jelenik meg, és 6 főosztályban tornyosul irányunkban, a hivatalvezetés irányában. Úgyhogy jól szervezhető, jól működő képességet tudtunk biztosítani ragyogó kollégákkal, osztályvezetőkkel és főosztályvezetőkkel. Én úgy gondolom, hogy talán ez a jó szervezettség, ez tudja ezt a sokrétű feladatellátást úgy kifelé az állampolgárok irányába jól működtetni, ahogy talán tapasztalták, és hoznám az ügyfél elégedettségi kérdőjévekbe visszakerült. Természetesen mindig van mit finomítani, mindig van mit fejlődni, javulni, mert úgy gondolom, hogy amit a kollégáinktól elvárható volt, azt megtettek. És most már egészen sok helyen találkozhatnak önökkel, vagy kereshetik fel akár a kormányablakokat az ügyfelek itt Székesfehérváron is voltunk, azt hiszem talán pont december végén egy új átadón is a vasútállomás környékén, tehát bővül ez a tevékenységi köre, vagy találkozási pont lehetősége a járási hivatalnak. Öröm olyan helyre jönni, ahol emlékeznek a ránk, és köszönjük itt is azt, hogy ezekről az eseményekről, ezekről a megnyitókról, átadókról tudósítják az itt élő járásban élő kedves állampolgárokat, akik ugyan jellemzően a mi ügyfeleink. Igen, a MÁV kormányablak, a vasúton lévő kormányablak egy 2018-as befejező projekt volt 2018 évvégén. Nagy örömmel vettünk részt az átadón, és én úgy gondolom, hogy a százezes városunknál egy olyan ponton tudtunk megnyitni a kormányablakot, ami egy picit talán hasonlít a piactéri kormányablakhoz, közlekedésre gondolok itt elsősorban, egy gócban, és talán oda érkezők és az onnan indulók, hazaindulók majd igénybe fogják venni, de nem csak ők, hanem hát nyilván azért a városnak egy gyönyörű szép városi része fekszik ott mellette, akár tégla lakásokra, akár a kertvárosi része gondolok, ott mellette már a Demko egy irányába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők is igénybe fogják venni, úgyhogy egy kicsit talán termentesítik a másik többi kormányablakainkat a városban. Most már gyakorlatilag, amiről néhány évvel ezelőtt itt beszélgettünk, hogy tényleg bemegy az ember egy helyen, és hogy gyakorlatilag mindent el tud intézni A-tól Z-ig, tényleg mindenféle hivatalos ügyintézni valót, és említette azt is, hogy csináltak ugye különböző ügyfél elégedettségi felmérőket, akkor mondhatjuk azt, hogy az emberek is már megszokták ezt a fajta ügyintézési módot, jók a visszajelzések, és hozzászoktak már ehhez? Igen, a visszajelzésekre mindig adunk, nem csak a papír alapú, ott a kormányablakokban vagy egyes ügyfélfogadási helyeken jelenlévő ügyfélelégedettségi mérőkre gondolok én, hanem én például kifejezetten nagy gondot fordítok arra, amikor más jellegű elfoglaltság miatt indulok a hivatali helyiségemből, vagy jövök vissza az épületbe, akkor mindig meg szoktam kérdezni az éppen távozó, vagy éppen érkező ügyfelet egyrészt, hogy hova megy, de inkább a távozó az érdekes, hogy milyen véleménnyel megy el tőlünk, mik a benyomásai. Természetesen ezeket a véleményeket rögtön megosztom az érintett kollégákkal. Ha ez pozitív, akkor mindenki előtt az ügyfelfogadó térbe továbbítom a elégedett ügyfélnek a pár mondatát. Ha pedig negatív, akkor pedig négy szem közben hívom és megbeszélem a kolléganővel vagy kollégával, hogy a későbbiekben miben kell változni. Most a feladatokról már beszélgettünk, a kiemelt projekteket is említette, azt hiszem, hogy a legérdekesebb projekteket sorra tudtuk venni, nem tudom, hogy van-e még valami ilyen izgalmas dolog az elmúlt évből, mármint kiemelt projekt, amiről érdemes lenne még szót ejteni. Én úgy gondolom, hogy itt a városban lévőket, a városi televízió kedves nézőit, közvetlenül érintőket elmondtuk. Nyilván említettem volt, hogy több járásra, illetve megyére kiterjed a hatáskörünk, tehát azok a Bibicske környéki, Sárbogárd környéki egyéb beruházások, azokat itt a kerékpár utakra gondoltam, de természetesen ott is rengeteg épületnél, beruházásoknál, hazai forrású vagy európai uniós forrású beruházásoknál részt vettek aktívan a kollégák, és elősegítették azt, hogy ezek a pénzeszközök minél jobban és hatékonyabban beépüljenek a megyébe. Én úgy gondolom, hogy az első leges célunk az az, hogy mi minél kevesebb vagy egyáltalán semmi akadályt ne gördítsünk elő, de egy picit az előbb érintettem már, hogy azokkal a önkormányzati szakemberekkel, akikkel itt együtt dolgoztunk, mindenhol megértettük egymást, mellére
rendeltségi viszonyban nagyon korrekt módon a feladatot előtérbe helyezve tudtunk együtt dolgozni azért, hogy az ott élő embereknek minél komfortosabb legyen a mindennapi élete. Aztán, hogyha már itt az elmúlt időszakra gondolunk, meg a közös találkozási pontokra, szerintem a nézők is emlékeznek több híradásból, ha olyan a helyzet, hogy akkor meg szoktuk önt szólítani, mint a helyi védelmi bizottságnak is ugye a vezetőjét. Ez hogy függ össze a járási hivatal vezetői voltával? Nagyon jó a kérdés, mi is meglepődtünk járási hivatalvezető kollégáim 2013-ban, amikor kineveztek minket, és láttuk a hatásköri jegyzéknél ezt a helyi védelmi bizottsági elnöki feladatkört. Egy picit, hát nem ijedtünk meg, mert egyikünk sem olyan ijedős fajta, de meglepődtünk. De aztán utána nagyon hamar rájöttünk arra, hogy annak idején a jogszabályalkotó igen átgondolta ezt a feladatkörünket, és talán mondhatom most már így a 6 év után, hogy egy jó döntés volt, hiszen a járás, a maga sokszínűségével, az elsőfokú feladat ellátásával, az önkormányzatokkal való ilyen jó kapcsolataival és a társszervekkel való ilyen jó kapcsolataival alkalmas volt arra, hogy más olyan szereplőket, akik a védelmi igazgatásban részt vesznek, őket egybe tartsa, összefonja. Ne gondoljon itt senki arra, hogy milyen túlzottan sokat értenénk a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi dolgokhoz. Nyilván ott vannak a megfelelő szakemberek, ragyogóbbnál ragyogóbb szakemberek, akik ott az adott területen kimondottan jó szakmai tapasztalattal, több éves munkával, tapasztalattal rendelkeznek, és mi csak összefogjuk ezt a helyi védelmi bizottsági üléseken, ha csak ott persze nyilván idézőjelben teszem, hiszen az én kollégáim is hozzáteszik azt, amit ők tudnak, illetve tanultak, de egy ragyogó társaságban nagyon jó hangulatban tudunk együtt dolgozni. Ezt a jó hangulatot, ezt persze úgy értsék a kedves nézők, hogy amikor katasztrófa helyzet van, akkor ez a jó hangulat, ez a jó együttműködő hangulat, ez sokat segít azokon a tragikus szituációkon, amiket nekünk át kell vinnünk, végig kell vinnünk, meg kell oldanunk a személy és a vagyonbiztonságot. Természetesen az elmúlt években ez egy úgymond sikersztori volt, de szerencsére olyan nagyon nagy probléma nem volt. És még egyszer mondom, köszönhető ennek, hogy azokban a társszerveknél, itt hagyna hagyja ki senkit, a mi állatorvosaink, tisztifőorvosaink, a mentős kollégákat, a polgárőröket, a közterületfelügyelőket, a város kivonottai, a szakembereit, városgondosság szakembereit, tehát nem szeretnék itt senkit kiadni, mindenkire gondolok, az ő tudásoknak köszönhetően. Itt egyébként az elmúlt évben azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagy feladatunk nem volt. Egyetlen egy a már megszokott Székely utcai, Lugosi árok térségi belvíz problémára is belvíz probléma volt. Talán emlékeznek a kedves nézők arra, ott évről évre a belvíz helyzetnél van egy olyan rész, ahol a Székely utcában zárt kerti ingatlanok találhatóak. Hát ami amúgy ilyen árvízi, vagy hát ilyen vízkiöntési területre épült, mondhatom ezt így, bár én nem vagyok szakember, nem tudom a szaknyelven, hogy kell ezt megfogalmazni, de... Ez így helyes, igen. Hát azért zárt kertek, ott hobbi kertek, talán ez a jobb szó, zárt kert, hobbi kert, és ott gyakorlatilag az a védkövár, belvízi védőmű az hát gyakorlatilag a Lugosi árok lenne, de ilyenkor, amikor feltelik vízzel, akkor vissza kell szivattyúzni a vasíti töltés másik oldalára. Tehát maga a recept az nagyon pontosan megvan, nagyon pontosan tudják a kollégák, hogy mi a teendő ilyen esetekben. Ilyenkor természetesen a rendőrség végigjárja ezeket az érintett hobbikerteket, és az ott ideiglenesen tartózkodókat felkéri arról, hogy távozzanak el. Ragyogó együttműködés van, tehát mindenki tudja, ismeri ezeket a megoldási forgatókönyveket, együttműködnek, és így történt ez 2018 tavaszán is. Szerencsére a belvíz nem bukott át a meglévő árok felszínén, hanem gyakorlatilag ott maradt, tudtuk kezelni, és néhány nap alatt szivattyúzás során meg is oldódott. Ami viszont nagyon fontos volt, mert ez az egy éles helyzet volt, picit időztünk ennél a pontnál, de nem baj, mert ez elő fog fordulni később is a Székesfehérváron, úgyhogy nem baj. Hát meg így emlékeznek rá talán az emberek a híradásokból, hiszen azért ez tele volt a sajt, azt hiszem. Így van, viszont gyakorlatok voltak. Voltak a paksai atomerővel kapcsolatos gyakorlatok. Alapon volt egy nagyon nagy szabású gyakorlat. Szinte az összes megyei járási hivatalvezető kollégám, mint helyi védelmi bizottságok elnökei jelen voltunk. Ott a fehérváriakat érintően, a fehérváriakat és a fehérvári járás lakóit érintően olyan feladatot hajtottunk végre, hogy egy paksi nukleáris kisebb katasztrófa során
ott a környékben élő 8 település lakóit kellett nekünk az evakuálás kitelepítés után fogadni, és itt el kellett helyezni. Nem néhány napos elhelyezésről volt szó, hanem nem melegedőkről volt szó, hanem tartós elhelyezésről volt szó, és ezt oldottuk meg gyakorlati szinten, a szállítástól egészen a beköltöztetésig és a nyilvántartás vezetéséig. Én úgy gondolom, hogy ezek is nagyon fontosak, de tegyük hozzá, hogy csak így gyakorlat formájában nagyon fontos volt. Minden szereplő hozzátette a maga tudását, a maga gyakorlati tapasztalatát, esetleges észrevételét. De természetesen azért ezek kidolgozott forgatókönyvek, úgyhogy olyan nagyon sok új itt azért nem hangzik el, de természetesen memorizálni kell. Hát, hogy felszínen maradjon a tudás, nem? Igen, talán azért igen, szükségesek fontos. Ezek a pontosan dolgok. És ami nagyon fontos volt, ott alapon az általános iskolásokkal gyakorlatba is megcsinálták, ezt beöltöztették a gyerekeket, nagyon élvezték, nyilván egy gyakorlatot máshogy lehet élvezni, mint egy éles helyzetet, de mosolyog voltak a gyerekek arcán. Nem csak azért, mert elmaradt mondjuk a matek dolgozat, hanem azért, mert gyakorlatilag egy tényleg egy élethű szituáció volt, és úgy gondolom, hogy őnekik is tudni kell, hogy Paks közelében ilyen gyakorlatokat szakszerűen pontosan a szakemberek segítségével kezelni kell tudniuk. És ha ez gyerekkorban éri őket ez a hatás, akkor az nagyon jó, mert ugye a későbbiekben akár a családon belül is tovább tudják ezt adni tapasztalati formában, gyakorlati tapasztalati formában csak. Az is azért az elmúlt időszaknak a tapasztalata, hogy mindig a járási hivatal a szokásos feladatkörén túl azért igyekszik a társadalmi felelősségvállalás jegyében is gondolkodni és tevékenykedni. A 2018-as esztendőben ezt mi jellemezte? Igen. Mindig igyekeztünk a 2013-as megalakulásunk óta valami kis pluszt bevinni, ami nyilván az energiáinkon még nem mutat túl és belefér az időnkbe. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit talán az olyan dolgokkal kezdeném, egy kicsit szakmai is, és nem csak a társadalom egyéb szereplőit szólítja meg. Ugye 170 éves volt a vetőmagfelügyelet, és egy ragyogó konferenciát tartottak osztályvezető úrék Velencén. Ott az érintett gazdáktól kezdve a szakma más szereplői is jelen voltak. Ők is tájékoztattak erről az összevetelről, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres konferencia volt. Ezen kívül minden évben, most már mondhatom azt, hogy minden évben megrendezésre kerül, a hatósági osztályvezető asszonyunk szervezésében a szabálysértési szakmai nap. Ez azért fontos, mert itt is jelen vannak más szervek képviselői, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a bíróságról és az ügyészségről, valamint a rendőrségről is átjönnek a kollégák. Együttesen vitatják meg a szabálysértésnek azokat az elemeit, azokat a sorozatokat, amik egymás között, azokat a lépéssorozatokat egymás között tudnak egyszerűsíteni, és ez az egyszerűsítés ez mindenképpen hatékonyabbá teszi a szabálysértési eljárásokat. Itt el kell mondanom azt, hogy nem csak a járásból, nem csak a megyéből érkeznek, hanem már túlnyúltunk itt is veszprémi kollégák, várpalotik kollégák is jelen voltak ezen a szakmai napon. Nyilván itt a kollégák ismeretsége és az igény az, amit a híradásokból olvastak, több szakmai lap is tájékoztatott erről a konferenciáról, és nagyon-nagyon örömmel fogadom a szabálysértési szakmaiak minden kedves részvevőjét. Már ott tartunk, hogy nagyobb helyet kell keresni, mert az elmúlt évben már tényleg nem lehetett lejteni egy gombost tűt sem. Ezen kívül részt veszünk középiskolai versenyeken, környezetvédelmi, egészségügyi versenyeken, zsűri tagként vesznek részt a kollégáim. Ez azért fontos, mert itt el tudjuk mondani, tovább tudjuk adni a járásnak a feladatkörét, meg tudjuk ismertetni a diákokat már középiskolás korukban azzal, hogy a járási hivatal hatósági szereplőként jelen van a magyar közigazgatásban. Persze beszélnek a kormányablakokról is, nyilván ott is, az is szóba kerül, de itt az ő irányultságuk, szakmai irányultságuknak megfelelően találkoznak a kollégáinkkal. De megemlíthetem a most már negyedik éve megrendezésre kerülő Szent Kristóf házas karácsonyt. Szent Kristóf ház különleges képességű lakóit látjuk mindig vendégül a járási hivatalban. Egyébként nekik egy körülbelül 3 négyzetméteres fali újságot is biztosítottunk a járási hivatal egyik ügyfélfogadója előtt a váró részben, és ott ők az alkotásaikat, rajzaikat, kisebb dolgaikat bemutatják, és mindig nagy örömmel szolgál az, hogy az ügyfeleink nézik ezeket az alkotásokat. Ki is van téve, hogy kik az alkotó művészek, nagyon nagy örömmel adunk helyet ennek, színesíti a folyosó részt, azt a részt, ahol az ügyfelek várnak, és őnekik pedig egy
rendkívül színvonalas műsort fogadjuk mi szeretettel, az ő általuk készített műsort karácsony előtt, adventi időszakban. Mi pedig ajándékokkal halmozzuk el őket, egy nagy dobozba tesszük, és megtudtam a Szent Kristófosoktól, hogy ezt az ajándékot a karácsonyi fájuk alá helyezik, és a szenteste bontják ki, nem kis kíváncsisággal is várják azt, hogy az adott évben mi az, amit mi beletettünk. Ez nagyon nagy örömmel tölt el, annál is inkább, mert egyrészt nekik én úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen szereplés. Nagyon hálásak vagyunk nekik. A kollégáim személyben néha könycsepp is van, olyan színvonalas műsort látnak, és nagyon jó viszony, nagyon jó baráti viszony alakult ki. Úgyhogy ott is megmutatkozunk. Fogadókészek vagyunk az ő nagyszerű alkotásaikra, és egy nagyon jó viszony alakult ki már az elmúlt években. Büszkén adok teret ennek is az elkövetkezőkben. Hogyha már az elkövetkezőket említette, akkor még műsorunk végén gyors kérdés, 2019-től mit vár, mi várható 2019-ben? Hát 2019-től én azt várom, és talán egy picit összegezném is az előbb elmondottakat, hogy ugye a mi jelmondatunk, a Fejér megyei kormányhivatal jelmondata, amiben segíthetünk. Ez talán megnyilvánult az pár perces előbbi elmondottakban is, általában elmondottakban is, hogy mi legfőképpen a hozzánk betérő ügyfeleknek segíteni szándékozunk. Nem hatóságként büntetni szeretnénk, csekeket kiállítani, hanem segíteni. Azért mondtam azt, hogy ragyogó volt az látni az egyházmegyei kollégákkal, a polgármesterhivatalos, városgondnokságos kollégákkal, más polgármesterhivatalos kollégákkal, szóval ragyogó együttműködést, hogy azt mielőtt megindul egy beruházás, ha leülünk, megbeszéljük a jogszabályt, értelmezzük a jogszabályt, olyan speciális dolgokat nyilván, és utána következik a tervezési szakasz, az általuk megrendelt tervek elkészítése, akkor a későbbiekben tulajdonképpen minimálisra csökkentjük annak az esélyt, hogy itt bármiféle bírság kiszabására kerülhessen sor a részünkről. Tehát ez a fajta kommunikáció, ez az együttműködés, ez a miben segíthetünk dolog, ez megnyilvánul akár már a kezdeti tervezési szakaszban. Ha már elmondják a polgármesterek, edzők, és hozzák persze a szakembereket, hogy mit szeretnének ott, akkor mi azonnal hozzánézzük azokat az előírásokat, amiket a szabályozási tervek, építési szabályzatok tartalmaznak, és azokat az egyéb előírásokat. És ez egy nagyon fontos dolog. Én ezt várnám el a későbbiekben is, ezt várnám el a 2019-es esztendőtől is, hogy ez a nagyon jó együttműködés, ez a baráti, mellérendelt viszonyban történő együttműködés minden szervvel, minden szereplővel, aki a helyben élő állampolgárokkal foglalkozik, bármilyen területen, akár oktatás, akár egyház, akár rendvédelem, bármilyen területen, maradjon meg. Nem kívánom azt, hogy teljesedjen ki jobban, mert megvan, látom azt a kollégáim, referálnak nekem, ez megvan, működő dolog, és akkor minimálisra csökkentjük azokat a kellemetlen hatásokat, ami a bírságban nyilvánul meg. A lakosoknál is természetesen ez megvan, tehát nehogy valaki félreértse. Ugyanúgy az állampolgárokat, magánembereket ugyanígy várjuk. Én ezt kívánom, és ezt szeretném látni, hogy ez még jobban megvan. Kérdezünk, és utána csinálnak valamit, utána állnak neki valamilyen átalakításnak. Ezt szeretném látni, ezt a miben segíthetünk dolgot szeretném úgy visszacsatolásként is látni, egyre több ismerősömtől, barátomtól vagy ügyféltől, aki elhagyja a hivatalainkat, hogy azt mondják, hogy minden rendben volt, segítettek a kollégák. És akkor leszünk teljes mértékben elégedettek. Hát én ehhez sok sikert kívánok a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, minden kedves kollégám nevében át fogom nekik adni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, szerkesztőasszony. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Esti mérleggel hétfőn jelentkezünk majd itt a Fehérvár Televízióban, pénteken pedig köztérrel számítunk majd a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!